Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a százalékról tanulunk. Aktuális feladatunkban olyan szöveges feladatokat oldunk meg, melyben a három alapfogalom közül a százalék alapját számoljuk. Nézzük is akkor a konkrét feladatokat. Béla szenvedélyes bélyeggyűjtő. Gyűjteményének 2%-a igen ritka példány. Hány bélyegje van Bélának összesen, ha 124 különleges darabbal rendelkezik? Miután elolvastuk és értelmeztük a feladatunkat, írjuk ki, hogy mi az, amit keresünk, illetve mi az, amit tudunk. Mit keresünk? Konkrétan azt, hogy hány bélyegje van Bélának összesen. Ezt keressük, ez lesz az ismeretlenünk, jelöljük meg X-el. Mi az, amit tudunk? Tudjuk a különleges bélyegek előfordulását százalékban, ez 2%, illetve tudjuk, hogy 124 különleges bélyeggel rendelkezik Béla. A három alapfogalmat határozzuk meg, mivel azt keressük, hogy hány bélyegje van Bélának, tehát az összes bélyegek számát, ez lesz az alap. Ahol a százalékjel szerepel, azt már megtanultuk, hogy az lesz a százalékláb, és mivel konkrétan tudunk egy bizonyos értéket, tehát a 124 lesz a százalék érték. Mielőtt fölírnánk az általános képletünket, nézzük egy picit ezt a 2%-ot, alakítsuk át törté, illetve tizedes törté, hogy könnyebben tudjunk vele számolni. A 2%-ot, hogyha törté szeretnénk fölírni, tudjuk, hogy ez az egy olyan tört, melynek a nevezője 100, a számlálója pedig ez az itt látható 2-es. Ha ezt szeretnénk tizedes számként fölírni, mivel a számláló kisebb, mint a nevező, ezért 0, a nevezőben 2 nulla található, tehát 2 tizedes helyünk lesz, és ezt a 2-est a második, tehát az utolsó tizedes vonalra írjuk, és a hiányzó részt nullával bővítjük. Tehát a 2% ugyanannyi, mint a 2/100, vagy pedig ugyanannyi, mint a 0,2. Nézzük akkor a képletünket. A százaléklábot tanultuk, hogy mindig úgy számoljuk ki, hogy a százalék értéket elosztjuk az alappal. Helyettesítsünk be azokkal az adatokkal, amelyeket tudunk a feladatból. Tudjuk, hogy a százalékláb az 2%, a százalék érték az 124, és az, amit keresünk ebben a feladatban, az az alap, ez lesz tehát az X. Valójában a mi dolgunk, hogy ebből a törtből a tört nevezőjét határozzuk meg, akár egy segédegyenletet is használhatunk, például 6/2 = 3. Innen a 2-est úgy kapjuk meg, hogy a 6-ot elosztjuk 3-mal. Vagyis a mi konkrét esetünkben az X-et úgy tudjuk kiszámolni, hogy a 124-et elosztjuk a 2% megfelelő formájával, legyen először mondjuk rá tizedes alak, tehát 0,2. 0,2-dal nem tudunk osztani, csak egész számokkal, tehát a tizedes veszőt ilyenkor 2 helyen mozgatjuk jobbra, így a 0,02-ből lesz 2, és ha a tizedes veszőt mozgattam a nevezőnél jobbra, ugyanezt kell, hogy tegyem a számlálónál is, vagyis 2 nullát utána írok a 124-nek, így lesz 12.400. Ennek a felét már akár fejből is ki tudjuk számolni, 12.000-nek a fele az 6.000, 400-nak a fele az 200, tehát 6200. Ha valaki szeretne inkább tört alakban számolni, az is egy járható út, tehát úgy szintén a 124-et el kell, hogy osszuk a 2/100-zal. Valójában most egy emeletes törtet kaptunk, a 124-et úgy szintén alakítsuk át törté, tehát egyszerűen lesz 124/1. Hogyan oldjuk meg az emeletes törtet? 2 külső tag szorzata kerül fölülre, 124×100, és a 2 belső tag szorzata pedig alulra, 1×2. Egyszerűsíthetünk is, legpraktikusabb, hogyha a 124-et és a 2-t egyszerűsítjük 2-vel, hiszen 124-nek a fele az 62, és ezt úgy szorzom meg 100-zal, hogy 2 nullát utána írok, tehát az eredmény 6200. Láthatjuk, hogy akár tizedes alakban, akár tört alakban számoltunk, az eredmény ugyanaz. Már csak annyi dolgunk maradt, hogy fölírjuk a válaszunkat a kérdésre, tehát hány bélyegje van Bélának? Bélának összesen 6200 bélyegje van. Láthattuk, hogy nem is olyan nehéz az ilyen típusú feladat, próbáljuk meg a most elhangzottak alapján megoldani a következő feladatunkat. Egy iskola 45%-a fiú. Hány lány jár ebbe az iskolába, ha a fiúk száma 540? A feladatban van egy kis bökkenő, ugyanis a fiúk százalékát tudjuk, és a lányok számát kell, hogy kiszámoljuk. Írjuk fel azért, hogy mi az, amit tudunk. Először is, hogy mit keresünk, ahogy már említettem, hány lány jár az iskolába. Viszont amit tudunk, a fiúknak az előfordulását százalékban, ez 45%, illetve a konkrét fiúk számát 540. Mivel a fiúk előfordulását, illetve számát tudjuk konkrétan, és a lányok számát keressük a feladatban, éppen ezért egy pici kis kerülőt teszünk, ugyanis először érdemes kiszámolni, hogy hány tanuló is jár ebbe az iskolába. Ha tudjuk, hogy összesen hány tanuló van, kivonjuk majd a fiúk számát, és így megkaphatjuk, hogy hány lány jár ebbe az iskolába. Tehát a tanulók száma, az össztanulók száma, ez lesz az ismeretlen, és ez lesz nekünk az alap. Ahol a százalékjel van, az lesz a százalékláb, tehát a 45%, és a konkrét fiúk száma, ez pedig a százalékérték. Nézzük először a százalékunkat, a 45%, törtként 45/100, tizedes törtként pedig 0,45 lesz. Így már majd be tudunk helyettesíteni a képletünkbe, amely ugyanaz, mint az előző feladatunknál, százalékláb egyenlő százalékérték törve alappal. Tehát a százalékláb az 45%, az értéket, a fiúk számát, az 540, tudjuk, és keressük az alapot, ami jelen esetünkben, még egyszer, nem a lányok száma, hanem az össztanulók száma. Ez lesz az x. Azelőtt már láthattuk, hogy hogyan tudjuk kifejezni az x-et, a 6-ot elosztjuk 3-mal, vagy pedig a mi esetünkben az 540-et a 45% megfelelő értékével. Vegyük most újból a tizedes alakot, tehát a 0,45-ot. Hasonlóképpen, mint az előző feladatnál, mozgatnunk kell a tizedes vesszőt, hogy a 0,45-ot egész számmal alakítsuk át, két hellyel mozgatom jobbra, így lesz 45, így akkor az 540 után 2 nullát írok, ez lesz tehát az 54 000. Ezt már sajnos nem tudjuk fejből, illetve megoldható fejből, de érdemesebb leírni, tehát írásban osszuk el. Ha 54-et elosztom 45-tel, megvan benne egyszer, a maradék 9, lehozom a következő számot, a nullát, 90-ben a 45 pedig megvan kétszer, és nincs maradék. A hátra maradt 2 nullát át tudom írni az eredményhez, tehát ki is számoltuk, hogy az x az 1200, mi is ez az 1200? A tanulók száma. Ha már 1200 tanuló jár ebbe az iskolába, és tudjuk, hogy a fiúk száma 540, akkor már csak annyi dolgunk marad, hogy az 1200-ból kivonjuk az 540-et. Ha 1200-ból kivonunk 500-at, az 700, abból pedig még 40-et, így akkor a maradék szám 660, és az a 660 már a végeredményünk, ugyanis azt kérdeztük, hogy hány lány jár az iskolába, válaszolhatunk, tehát az iskolába 660 lány jár. És nézzük akkor végezettül leckénk utolsó feladatát. A Fogyi-Mogyi csokoládé 1,5%-ban tartalmaz cukrot. Mekkora tömegű az a csokoládé, tehát keressük a csokoládénak a tömegét, melynek cukortartalma konkrétan tudjuk, hogy 6 g. Mit keresünk? Csokoládé tömegét, ez lesz tehát az x, mi az, amit tudunk, a csokoládéban lévő cukor előfordulását százalékban, ez 1,5%, illetve a cukortartalmat, tehát a cukornak a tömegét 6 g. Mivel keressük az össz csokoládénak a tömegét, ez lesz az alap, ott, ahol a százalékjel szerepel, az lesz a százalékláb, és a konkrét érték pedig a százalékérték. Nem lesz nehéz behelyettesíteni a képletünkbe, de viszont előtte úgy szintén álljunk meg egy pillanatra, a 1,5%-kal alakítsuk át törté, tizedes törté. Vigyázat, elég csalós. A szám tört alakban nem lesz nehéz, hiszen a nevező 100, viszont a számláló 1,5. És ha ezt most szeretnénk tizedes törtként leírni, 0, lesz, 2 tizedes helyünk lesz, és vigyázat, itt nagyon sokan egyszerűen a 15-öt ráírnák erre a két vonalra, vigyázni kell, hiszen ez 1,5, tehát az 1-es kerül az utolsó vonalra, az 5-ös pedig még azután. Így akkor maradt egy üres hely, ezt pedig nullával töltjük föl. Tehát a 1,5% az 1,5/100, vagy pedig tizedes alakban 0,15 ezred. Ha megbirkóztunk ezzel a százalékkal, akkor már be tudunk helyettesíteni a képletünkbe, amelyet mindig is alkalmaztunk, százalékláb egyenlő százalékérték per alap. A százalékláb, tehát 1,5% egyenlő lesz, ha az értéket, amit tudunk, hogy 6 g, elosztjuk az alappal, amit mivel nem tudunk, csak x-et írunk. Hogyan fejezzük ki innen az x-et, láthattunk már erre példát, a 2-t úgy kapjuk meg, hogy a 6-ot elosztjuk 3-mal. A mi esetünkben úgy szintén a 6-ot el kell osztani 1,5%-kal, akár tört, akár tizedes alakot veszünk, vegyük a tizedes alakot, tehát 15 ezred. A tizedes vesszőt most 3 hellyel kell, hogy mozgassam jobbra, így akkor a 15 ezredből lesz 15, és a 6-os után most 3 nullát írok, így kapunk 6 ezret. A 6 ezret, ha el szeretnénk osztani 15-tel, akár le is írhatjuk, de könnyen ki is számolhatjuk, hiszen tudjuk, hogy a 60-ban a 15 pontosan 4-szer van meg, 2 nullát utána írunk, meg is kaptuk, hogy az eredmény 400, és ez a 400 valójában a csokoládénak a tömege. Ugyanezt ki is számolhatjuk tört formában, hogyha a 6-ot, amit rögtön törtként 6/1-ként írunk, elosztjuk 1,5/100-szal. Két külső tag szorzata, az kerül fölülre, 6x100, és a két belső tag szorzata 1x1,5 kerül alulra. Ha 60-ban a 15 megvan 4-szer, akkor 6-ban az 1,5 úgy szintén 4-szer van meg, tehát itt tudunk egyszerűsíteni, és a végén 4x100 az 400. Egyik módszerrel is, másik módszerrel is az eredmény ugyanaz, föl is írhatjuk tehát a végeredményünket, a válaszunkat, a csokoládé tömege 400 g. Láthattunk tehát olyan feladatokat, melyben a 3 alapfogalom közül a százalék alap az, ami hiányzik, ezt számoltuk ki különböző szöveges példák segítségével. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!